Az ember és fa viszonyáról beszélgetünk a továbbiakban, arról, hogy miként tekintünk és hogyan viszonyulunk a környezetünkben található fákhoz. Milyen értéket képviselnek igazából ezek a fák, amelyek nem biztos, hogy megfelelő tiszteletnek és értékelésnek örvendenek a lakosság részéről. Harter Tibor, ökológust, egyetemi docenst köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ön nagyon sokat foglalkozik ezzel a témával, és több nyilatkozatában olvastam arról, hogy nem megfelelőképpen értékeljük a környezetünkben található fákat. Igen. Igen. Most már egyrészt valóban az emberek egyre nagyobb része azért értékeli, most már újra felfedezi a fáknak az értékeit, és sajnos ezek az értékek nem mindig egyeznek meg azzal a móddal, ahogy a fákat a különböző hatóságok kezelik, és éppen ezért is vannak ezek a kisebb, nagyobb szociális megmozdulások egy-egy fa védelméért, vagy esetleg a rossz beavatkozások ellen. Tehát, hogy visszatérjünk tehát itt két részű a probléma. A fáknak a kezelése, főleg urbán környezetben, úgy, mint Kolozsvár, ma már nagyon sok értéktípust kell szem előtt tartson. Egyrészt ott van, hogy a fának minden egyes beavatkozás ápoló jellegű kell legyen a fára nézve. Mit jelent ez, hogy ápoló jellegű? Hát azt jelenti, hogy a beavatkozásokkal a fa életét meg lehet hosszabbítani, az egészségi állapotát lehet javítani, akkor a természetes állapotán is lehet javítani és segíteni, és a gajazás, meg a lomb visszavágások, meg különböző módon illetik ezeket a vágásokat, igazából a faápolásnak kéne legyenek a különböző formái. Az, amit mi látunk itt Kolozsváron, az távol van attól, hogy faápolás. Ezek nagyon brutális vágások, a lombkoronának a nagy részét általában eltávolítják, akkor, amikor a faápolók tudják, hogy a legrosszabb esetben is egy harmadát a koronának el lehet távolítani. Ha többet vágunk vissza, akkor már megjelennek különböző hajtás típusok, amelyekkel aztán külön gondok vannak. És ez miért történhet meg? Tehát, hogyha abszolút szakszerűtlenül metszik a fákat, igen, Kolozsváron is, lehet, hogy máshol is. Igen. Hát ezekért ki felel? Ezekért a helyi hatóságok felelnek, akik ezeket a metszéseket végbe viszik. Ez a jelen pillanatban nagyon kevés a szakember Kolozsváron is, Romániában is. Azok a szakemberek, akik úgynevezett arboristák, faápolók. Magyarországon például van a Magyarországi Faápolók Egyesülete, akik nagyon jó szakemberekből állnak, ez az egyesület. Romániában ilyen nincs, legtöbb esetben egyszerűen szakképzetlen munkások, akik druzsbával dolgoznak, visszavágják a fákat. A saját belátásuk szerint. Igen, és azok a lehetőségeknek megfelelően, technikai meg biztonság szempontjából, amit a hatóság számukra ad. Lehet, hogy ezek is a sétatéren készült felvételek, amelyeket a háttérben látunk, vagy legalábbis az imént azok, igen, voltak. Igen. Egyébként itt szakemberként hogy értékeli a Kolozsvár beltereiben található parkokat? A parkoknak a potenciálja nagyon jó, tehát vannak öreg fák, korhadó fák, az újulat azért még az újulaton lehetne segíteni, tehát ezek az öreg fák most már lassan, hogyha elpusztulnak, az én fiam generációja nem tudom, hogy milyen zöldövezeteknek fog örülni, de potenciál az van, és egy jó kezeléssel ezt a potenciált tovább lehet fokozni. Mit jelent az, hogy jó potenciál? Az, hogy megvannak azok a... Egy parkban én mit szoktam nézni? Bocsánat, hogy most már cikkszakkozok. Azt szoktam nézni, hogy... vannak-e öreg fák, korhadó fák, van-e újulat,
és ezek lennének az avar, esetleg, hogy van-e ilyen avar réteg, vagy olyan helyek, ahol a falevelek összegyűlnek, és ott korhadnak, mert ez a talajnak jót tesz. Tehát én inkább ökológus szempontból minősítem ezeket a parkokat, de ez nem kell azt jelentse, hogy az ökológusnak jó és veszélyes az emberek számára. Itt erősen fontos kiemelni azt, hogy most egy hasonlattal élek, jó? Arról, hogy mit fog jelenteni és mit kell jelentsen a zöldövezet a mai társadalmaknak. Tehát vegyük azt, hogy építünk egy házat, jó? És mindenek előtt az a fontos, hogy a ház biztonságos legyen, adja meg azt a biztonságot akár földrengés, vagy viharok, vagy ellen, ugyanakkor egy olyan tér legyen, ahol jó lenni, és a szükségleteinket ott megfelelően. Na most a parkok esetében is ezek ökoszisztémák kéne legyenek, funkcionális ökoszisztémák, amelyek képesek olyan szolgáltatásokat nyújtani az emberi társadalomnak, de amelyek vitálisak, de ugyanakkor önmagukat is képesek fenntartani, tehát természet alapú fenntartás. Éppen ezért például, hogyha előhozzuk a Keleti Park példáját, a Keleti Parknak megvannak ezek az ökoszisztéma vonásai, amelyek alapján természet alapú megoldást tudnánk alkalmazni egy park fenntarthatóságra. Az akvapark viszont, vagy egy golfpályának a készítése, ami lehet, hogy nagyon esztétikus, nagyon sok ember számára, ez analóg azzal, mintha egy olyan házat építenénk, amelyik nagyon szép, esztétikus, de az első széllel összeomlik. Tehát nekünk ma már az antropocénben, ebben az új korszakban, ami az ember módosította bolygó, egyre inkább kell gondolkozzunk azon, hogy az ökoszisztémáink funkcionálisak legyenek, és elkerülhetetlen lesz előbb-utóbb az urbán tájaknak egy ökoszisztéma alapú kezelése is, ebben pedig a fáknak erősen nagy szerep jut. Hát olyan szerep... úgy tűnik, igen, hogy nem ebben gondolkodunk, nem. Mindent ezt a szerepet még nem ismerik el. Az építkezés felülírja a növényzetet. Pontosan. Egyébként, hogy az öreg fákról értékként beszél, holott igen, mi ugye azt hallottuk a legtöbb alkalommal, hogy amikor kivágtak bizonyos helyszíneken fákat, igen, ugye ez volt az oka, hogy öreg fa amúgy is pusztulásra igen ítélt, és hogy a környezet megkímélése igen okán lett kivágva. Igen. Ön el tudja fogadni ezt? Igen, el tudom fogadni azzal a megjegyzéssel, tehát el tudom azt fogadni persze, hogy a városi környezetben a fáknak a funkcionalitásába az is beletartozik, hogy biztonságosak kell legyenek. Egy öreg fa nagyon sok korhat üreges részt tartalmaz, száraz ágak, stb., ami csökkentheti az ellenállását, a stabilitását akár erősebb szelekkel szemben, és beavatkozásokra van szükség ahhoz, hogy ezeket a fákat fenntartsuk. Ezeket a beavatkozásokat a szakemberek ifjítási beavatkozásoknak nevezik, ezek a lombkoronának olyan metszései, amelyek lehetővé teszik azt, hogy megújuljon a lombkorona, miközben a fa ifjul, fiatalodik, és ugyanakkor stabilis. De ez a folyamat nem egy egyszeri folyamat, ez egy több éves, akár 5-6 éves folyamat is kell legyen, mert az ember segítségével a fa kialakítja magának azt az esztétikus, természetes lombkoronáját, ami ugye mindenkinek úgy tetszik. Na most általában Kolozsváron és általában Romániában nincs idő, és nincs szakember, nincs pénz arra, hogy minden fát külön kezeljünk, mert itt alapvetően a döntések minden fa esetében külön kell megtörténjenek. És éppen ezért a legtöbbször nagyon durván visszavágják a koronát, majd beindítanak korhadási folyamatokat, meg a végén oda jut, hogy kivágják a fát, tehát, mert elpusztul, hogy egyszerű. Igen. Miért lenne mégis erősen fontos az, hogy az öreg fákat megtartsuk? Azért, mert genetikai anyagot is jelenthetnek, forrást is, akár faiskolák létesítésére és az új városi parkok faanyagához tudják ezt a genetikai anyagot biztosítani. Az öreg fák városi környezetben öregedtek meg,
Ez tehát valószínű, hogy ellenállással is jár, mert hogy a városi környezetben más a levegő, más a hőmérséklet, a fizikai, kémiai tényezők, a talajban mások, és ez már azt jelentheti, hogy az öreg fa, ha ezeket túlélte, akkor esetleg az utódjai is rendelkezhetnek ezzel az ellenálló képességgel. Sajnos ott vagyunk, hogy ezeket nem ismerik el, nem látunk még öreg fa magoncokból létrehozott faiskolákat, ez van. Hát reméljük, hogy lesz. És még csak a tájékozottság és a szakértelem hiánya lehet az oka. Igen. Egyébként Kolozsvárnak melyek a nagy veszteségei ilyen tekintetben? Vannak óriási nagy veszteségek sajnos, például ott van az onkológiai intézetnek az udvarán egy 5 méteres, nagyon szép kocsányos tölgy, amit a napokba vágtak ki, egy épp egészséges fa volt, egy csodálatos fa volt, nagyon szomorú is voltam, nekem már úgy mondhatom, hogy személyes kapcsolatom van a fákkal, ismerem őket, és teljesen indokolatlan volt az a kivágás. Számos más példát tudnék elmondani, valószínű, amiközben itt beszélünk, már vágnak ki fákat. Ott van a Hója erdőbe, erdő szélén egy 5 méter, 40 cm törzskerületű tölgy, kocsányos tölgy, gyönyörű fa, a legnagyobb fa Kolozsvár környékéről, és a tavaly előtti munkálatok, ezek a nehéz gépek miatt valószínű a talaj kompaktálódott, várható tehát, hogy a gyökérzete elpusztult, kiszárad, és a megszokott kezelésnek lesz kitéve, visszavágják a koronáját, majd kivágódik a fa. Tehát azt akarom mondani, hogy bár nagy az öreg fa potenciál Kolozsváron, de erősen sérülékenyek is. Hogy a Hója erdőt említette, ez most nagy kérdése a kolozsváriaknak, hogy mi történik azzal az erdővel. Igen. Ugye az erdészeti hivatal alkalmazottai azt mondják, hogy a kiöregedett fákat vágják ki, és hogy ez egy másik probléma, hogy magánterület a nagy része az erdőnek, de hogy helyén való az, hogy ilyen méretű fakivágások történjenek? Na most őszintén megmondva nem követtem a Hója esetet, éppen ezért igyekszek óvatosan nyilatkozni. Ha erdészeti szempontból és legális szempontból rendben vannak azok a vágások, akkor helyén valóak. Végül is az erdőket, az erdészek azért hozzák létre, hogy a fát kitermeljék. Az erdészmérnökök tudják, hogy hogy kell ezt csinálni. Az, hogy nem fenntartható az erdőgazdálkodás, az nem az erdészmérnöki tudás miatt van, hanem egyéb korrupció, meg egyéb visszaélések miatt, amit nem tudom, hogy a Hója erdőben milyen mértékben vannak jelen. Éppen ezért az öreg fák például az erdőkben, az erdők olyan táj, elemek, ahol fát termelnek, tehát az egyetlen érték, amin keresztül a fákat, hogy mondjam, minősítik, az a fa, az a gazdasági szempontból, igen, értékesíthető fa. Egy öreg korhat fát nem lehet gazdaságilag felhasznosítani, éppen ezért kivágják, tehát én ezzel a válasszal csak azt akarom mondani, hogy nem minden erdő kivágás illegális. Én nagyon szeretném, hogyha a fiamnak az irodájába vagy a lakásában majd tölgyfa parkett és asztal lenne, mert az azt jelenti, hogy akkor van még tölgyerdő, akkor van egy olyan erdészet, aki ezt fenntartja. Tehát a tölgyeket félti a legjobban, ebből ezt értem. Én inkább azt féltem, hogy az erdő gazdálkodás nem az igazi erdőmérnöki alapokon történik, hanem más alapokon. És akkor ezzel párhuzamosan, ugye, hogyha itt a városban, Kolozsváron sem történnek szakszerűen a fák kivágásai, igen, illetve a metszésük egyáltalán, igen, évente. Itt vannak önök, itt van a Bábes-Bolyai Tudományegyetem, itt van a Szapienc Egyetem, olyan intézmények, ahol szakemberek tevékenykednek. Önök nem tehetnek semmit, nem tehetnek javaslatokat, nem tudják fölvenni a kapcsolatot a döntéshozókkal? De igen, az igazság az, hogy ilyen téren azért többet kellett volna talán eddig is tegyünk, de ezután most már felvállaltuk azt, hogy az egyetemek ugyebár a társadalmi értékváltozások avantgárdjai kéne legyenek, ugye ott kéne. Most ezt nem vádként hoztam föl, csak hogy főleg a szakemberek számára bosszantó lehet látni azt, hogy mi történik. Igen, bosszantó, és valóban nekünk ezt
Valahogy fel kell vállaljuk, hogy jobban jelen kell legyünk a társadalmi döntésekben, és tanácsainkkal, meg egyéb forrásainkkal segítsük a jó döntéseket. Ezzel semmi baj nincs. Az egyetemnek ez a társadalmi funkciója új, tehát az egyetem maga át kell gondolja azt, hogy nem csak itt Romániában, mindenhol, hogy itt most már nem csak oktatásról van szó, bejönnek szépen a diákok, majd diplomával elmennek, hanem az egyetemi emberek a mindennapi életben is aktívabb szerepet kell vállaljanak, ha nem oda jutunk, hogy itt van nekünk egy kis sziget, ahol a tudás halmozódik meg minden, és körülöttünk ott van az a tönkremenő világ, ami nem egy korrekt helyzet. Ilyen szempontból a Bábesbolyai Egyetem is, és úgy tudom, hogy a Szapiencia Egyetem is, főleg a Vásárhelyi Kertészmérnöki Kar lépéseket tesznek. A Bábesbolyai Egyetemen létrejött ez a Biodiverzitás Fenntartható Fejlődés Bizottság, amely az idén jött létre, és a fő célkitűzése, hogy a Bábesbolyai területén vagy tulajdonában levő parkokat úgy kezelje, hogy azok példaértékűek legyenek a társadalom számára. És a Szapiencia Egyetem pedig a kertészmérnöki karán keresztül és a fa ápolási, meg más technikákat, meg tudásformákat viszi most már a közönség elé. Tehát igen, az egyetemek részéről van egy ilyen nyitás, és ez nagyon jó. Elmondta a beszélgetésünk elején, hogy a lakosság gyakran kiáll megvédeni a fákat. Igen. És úgy gondolom, hogy elsősorban természetvédelmi okokból teszi. Tehát, hogy valahogy azt észleljük, hogy igen, az emberek érzékenyebbek a természetvédelme iránt, ugyanúgy az állatvilágvédelme iránt. Viszont ön arról is beszél, hogy a fák ennél több értéket képviselnek, hogy van urbanisztikai, hogy van kulturális értékük. Igen, igen. A fáknak igazából mindezt ezen értékeit az emberek is azért érzékelik, bár nem fogalmazódik meg tudatosan bennük. Nekünk az a szerepünk, hogy ezekre az értékekre konkrétan, határozottan az embereket rávilágítsuk az embereknek, ezeket az értékeket közel vigyük a társadalomhoz. Konkrétan a mi kis csapatunk a Bábesbolyai Egyetemen tervez egy ilyen tanulmány ösvényt a parkjainkban, ahol a korhat fákat, a száraz fákat, pont azokat a fákat próbáljuk előhozni, amelyeket amúgy a társadalom azt mondaná, hogy csúnyák, nem esztétikusak, mert pont ez van a társadalommal, hogy általában a társadalomnak, az embereknek az a fa szép, amely nagyon szép koronája van, épp, de hogyha zöld, de ha megkérdezzük a szarvasbogarat, akkor teljesen más mond. A szarvasbogár egy védett bogár, és hogyha a szarvasbogár elkezdene beszélni, hogy melyik a számára szép fa, az pont az a fa profil lenne, amire egy átlag ember, aki amúgy szereti a fákat, azt mondaná, hogy hoppá, ez a fa beteg, ki kell vágni. Na most a nagy kihívás tehát az, hogy a társadalom a fák értékeiben meglássa a szarvasbogár és más több mint 2000 faj ökológiai igényeit is, és ne csak a saját igényeit lássa a fákban. Ez lesz ez a nagy kihívás. És szerintem azért ma már a társadalom megérte azt az érettségi szintet, hogy úgy mondjam, hogy ezt egyre jobban figyel ezekre az értékekre. Valószínű, hogy a tájékoztatás is segítene. Biztosan, igen, hogy az a legjobb, hogyha szakemberek személyesen találkoznak minél több lakossal, és így végig sétálva egy-egy helyszínen, igen, konkrétumokról is lehetne beszélni. Vannak ezek az információs táblák, igen, tájékoztató táblák, amiket kihelyeztek egy-egy parkban, igen, is láttuk. Igen. A botanikus kertben is van valóban. Ezek igen, rendben vannak, és a szamos menti öreg fűzfákon például több mint 2 évig voltak ott ezek a tájékoztató táblák, és aztán eltűntek. Nem számít, eltűntek, de az a tény, hogy 2 évig ott voltak, és nagyon sok ember nézte őket, és olvasta, az azt jelenti, hogy ténylegesen egy olyan út ez, amit tovább kell járni és folytatni. A gyerekeket, a fiatalokat, igen, hogyan lehetne erre ránevelni? Úgy, hogy különböző gyakorlatok vagy megfigyelésekbe vonjuk be őket, és
kimenjünk együtt fahatározni. Ide az iskolákkal kell szorosabb, a helyi kolozsvári iskolákkal kéne szorosabb kapcsolatba kerülni, mert nyitottság van a biológia tanárok részéről. Sokat beszéltünk ma az öreg fákról, és van egy olyan projektjük is, ha jól tudom, igen, ami egy honlap, amit készítettek, és amire gyűjtik az öreg fákról, igen, a felvételeket, az ismert terjesztő anyagokat. Igen, több mint 5500 fa van már ezen a weboldalon, Románia legszebb fái, úgy hívják, ahol Kolozsvár, Románia egyik legjobban ismert területe az öreg fák szempontjából, több mint 350 öreg fa van, néhány rekorddal is, ami a következőkben az a célunk, hogy valahogy kapcsolatba kerüljünk a polgármesteri hivatallal, és ezeket a fákat tanösvény vagy más formában valahogy elő az értékeit kiemeljük. Hát mi igyekszünk majd elkísérni Önöket egy-egy ilyen tanösvényre, egy-egy ilyen tanulmányútra, vagy minek nevezzem, ismeretterjesztésre, és akkor szeretném is ehhez hozzájárulni, hogy minél több emberhez eljussanak a megfelelő információk. Harter Tibor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget. És mindezeket elmondta. Köszönöm szépen.